Sziasztok! Márciusba került bemutatásra, hogy az idei év egyik nagy újdonsága lesz a Presage Sharp Edge sorozatának a GMT változatos új sorozata kiadása. Megérkezett itt az első óra a raktárunkban, így aztán rögtön kezdhetjük is a kézre fel videónkat ennek a bemutatásával. Gyertek, nézzétek meg, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy vajon ti az új GMT komplikációval bővített kiadást választanátok, vagy pedig a tavalyi évben megjelent korábbi sorozat közül az egyiket. A Sharp Edge jelentése magyarul éles élek, ami nem csak a számlapra jellemző, hanem az egész óra különböző részeinek a kialakítására is, akár a óra mutatókra, vagy az óra tokon megjelenő élekre is. De a leglátványosabb része, és a leginkább ismert része az mégiscsak a számlap struktúrája, ami egy 1000 éves japán motívumra, a kenderlevél mintára készült, teljesen szabályos geometrikus alakzatokkal, geometrikus hatszög alakzatokkal. A 2021-es úgynevezett GMT-s Sharp Edge azonban nem csak a GMT mutatóval bővült, hanem a számlapon megjelent a járástartalék kijelzőnek is egy külön segédszámlapja, illetve 6 óránál a dátum kijelzés egy segédszámlapra került a korábbi ablakos tárcsás kialakítással szemben. Ennek az órának a lengésszáma újra egy szinttel magasabb, mint a korábbi SPB-160-as sorozat. Ennek köszönhetően azonban a korábbi 70 óra helyett most csak 45 órás a járás tartaléka, ami a mechanikus órák 90%-ára amúgy is jellemző. Azonban sok egyéb apró változás is van a korábbi kiadáshoz képest, és ezért most kézbe veszem az SPB 203-as korábbi 6R35-ös szerkezetű modellt, és akkor egymás mellé téve könnyebb megtalálni a különbségeket, és az is jól érzékelhető, hogy milyen változások történtek. Az egyik és a legszembetűnőbb az, hogy az új GMT Sharp Edge-nek a méretei jelentősen nagyobbak lettek, tehát a korábbi 39,3 mm-ről 42,2 mm-re hízott a korona nélküli tok átmérő. A tokfül távolság pedig ennek megfelelően szintén 2 mm-rel növekedett, tehát most már 49,2 mm az, ami a csuklón tokfül távolságként látható. A szerkezetnek a vastagsága is növekedett, hiszen a plusz komplikációhoz további kerekekre volt szükség. Ennek köszönhetően a korábbi 11,1 mm-es tokvastagság 13,7 mm-re nőtt, és tulajdonképpen ezzel végére is értünk a fizikai méreteknek. Talán egy maradt, hogy mindez a növekedés a súlyára mennyiben hatott az órának, ez pedig, hogyha az eredeti csatméretekkel mérjük, akkor a korábbi 155 g-os kiadás most 181 g, de természetesen itt mindenkinek majd ebből le kell vonni azokat a csatszem súlyokat, amik az esetlegesen csuklóhoz állításkor kikerülnek a csat hosszából. Emellett további eltérés a két óra között, hogy a GMT-s változat kapott egy vastagabb rámát, ezen jelezve a 24 órás beosztást, és így lehet majd akkor a GMT mutatóval leolvasni, vagy a második időzónának az idejét, vagy pedig ha valaki csak arra használja, hogy 24 órás mutató legyen, akkor a GMT mutatóval tudja ébredéskor rögtön észlelni, hogy délelőtt vagy délután van az ő helyén. Egy kicsit a személyes véleményemre, hogyha kíváncsiak vagytok, akkor ezzel kapcsolatban én nekem az az érzésem, hogy ez a fekete ráma nagyon sokat dobott az órának az intenzivitásán. Ez természetesen mindenkinek egyéni függő, hogy egy kicsit visszafogottabbat vagy egy kicsit attraktívabbat szeret,
Én szeretem, hogyha egy ilyen fekete ráma van az órán, ami a nemes acéltok és csatból egy kicsit így megtöri ezt az egyhangúságot. És én egyébként pedig szeretem, hogyha ezt a fekete számlapos, sötét, súlyos számlapot egy színes elem feldobja. Így nekem tetszik személy szerint az, hogy egy piros GMT mutató került rá, és az is, hogy a Presage Automatic GMT feliratból egyedül az apró GMT az, ami piros színnel lett festve. Ez is egy olyan apró gag, ami csak feldobja a számlapot. És akkor eljött a pillanat, amit a videó sorozatunknak a neve is mond, kézre fel, tegyük föl az órát, illetve a mostani videóba tegyük föl mind a két órát, azért, hogy az előbb elmondott méretbeli különbségeket is lássátok, hiszen azért nagyjából egyforma a két csuklom, és akkor így viszonyításképpen jól láthatóak lesznek azok a méretbeli különbségek, ami egyrészt az átmérő növekedésben tapasztalható, ez a közel 3 mm-es növekedés, az a 2 mm, ami esetleg a tokfül távolságban, bár szerintem az kevésbé érzékelhető, és akkor egymás mellé téve viszont az, hogy a GMT komplikációval bővített órának a vastagsága azért jelentősen több lett, tehát a 11,1-ről 13,7 mm-re növekedett, ez már inkább érezhető, de így ahogy én nézem, inkább én azt tapasztalom, hogy a vastagabb tokon a fények talán még jobban játszanak, mint azon, amelyik jobban ráül a csuklomra. De kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, ez a kézben tartott modell, ez az első ebből a sorozatból. Hamarosan érkeznek a továbbiak is, azokat is be fogom mutatni nektek. Kíváncsi vagyok, hogy mi a ti véleményetek, mi a nektek a legnagyobb különbség a korábbi és az idei GMT-s Sharp Edge modellek között, és hogy ti melyiket választanátok. Írjátok meg itt a videó alatti kommentek közé, és ahogy a korábbi videók alkalmával is, egy lájkkal jelezzétek, hogyha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára, hogyha eddig még esetleg nem tettétek volna meg, a YouTube felé pedig a harangra kattintva jelezzétek, hogy a következő kézrefeladást is szeretnétek megnézni. Köszi, hogy velem voltatok, várom a véleményeiteket, sziasztok!